A Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez fordult Kónya Péter független országgyűlési képviselő, mert szerinte a Komárom-Esztergom megyei Ászáron 3000 forint értékű élelmiszercsomagokat osztogatnak a vasárnapi népszavazáson részvételért és nemmel szavazásért. A település polgármestere Pekár Zsolt viszont híradón kérdésére elmondta, felháborítónak tartja a feltételezést. Polgármesterként csak az MTI híradásából hallottam, és ezt a település képviselőinek nevébe is mondhatom, mert a képviselők sem hallottak semmi ilyen csomagosztásról, és felháborítónak tartjuk, hogy a települést ilyen módon hozták összefüggésbe a népszavazással. A helyiek szintén nem hallottak ilyesmiről. Volt ugyan, aki valóban kapott csomagot az elmúlt napokban, de emellé semmilyen feltétel vagy üzenet nem tartozott, így nem is gondoltak arra, hogy vesztegetésről lenne szó. Én arra gondoltam, hogy azért kapom, mert egyedülálló vagyok, úgyhogy egyáltalán nem gondolkoztam, én politikai indokra nem gondoltam egyáltalán. És most, hogy végül is hallott róla a boltba, hogy van egy ilyen, most azt gondolja, hogy azért érkezett a csomag? Én szerintem nem. Nem. Mert akkor a szomszédban miért nem hoztak, a másik szomszédban se hoztak, csak egyeseknek hoztak. Már így idézőjelben mondom. A településen egyébként az Ászár Községért Alapítvány már az elmúlt években többször is osztott tartós élelmiszercsomagokat a rászorulóknak. A helyiek szerint most is erről lehet szó. Semmiféle népszavazásról nem befolyásolják ezeket. Ez egy hazugság, ezért valaki kitalálta ezt a hülyeséget, ez éves program, beiskolázásnak adnak segélyeket, időseknek, minden Ászári önkormányzatnak ez egy programja, meg az alapítványnak, tehát semmiféle az, hogy most kire szavazzanak, vagy kire ne. Az ászáriak elmondták azt is, felesleges is lenne megvesztegetéssel próbálkozni, hiszen a településen nagy a szavazási kedv.